Mint az előző videóban már mondtam, három playsetet kaptunk kipróbálásra, úgyhogy nézzük is meg a következőt. De mielőtt belevágnánk, visszatérő kérdés volt a kommentek között, hogy az ülésekhez jár-e kormány, ami a videókban van. Erre a válasz pedig, hogy nem. Az alapcsomag kormány nélkül kapható, és ugye bármilyen kormányt használhatsz hozzá. Azt hiszem van bundle-szerűség is kormánnyal együtt, de nyilván az árát is megdobja. És akkor Playset Evolution. Ez azért egy messze masszívabb darab, mint a Challenge, ez már a kiállásán is látszik. Ez közel 20 kilót nyom, és egy teljes állítható vászszerkezetet kapunk hozzá. Ez a vászszerkezet egyébként ilyen kis csavaró kitekerésével állítható. A szimulátor gyakorlatilag három részét, az ülést, a kormány és pedálkonzolt tudod egymástól függetlenül csúsztatni, hogy be tud lőni a tetes magasságodhoz. Ezt viszonylag könnyű megtenni, még a székben ülve is simán lehet ezt kezelni. Egyedüli negatívum, amit fel tudok hozni, hogy a tekerős megoldás picit macerás. Ezt inkább akkor vettük észre, amikor rendezvényen 5 percenként kellett állítgatni az új jelentkezőhöz, szóval valószínűleg, ha valaki otthonra beszerez egyet, és nem átjáróházban lakik, vagy metró aluljáróban, akkor ezzel nem lesz gondja. Mondjuk azt is elfogadom, hogy ez a csavaros megoldás a legmegbízhatóbb időtállóbb. Nincs semmi bonyolult mechanika, ami kophatna, elhasználódhatna. Összehajtani valamennyire össze lehet, de egyértelműen nem arra lett kitalálva, hogy ezt egy egyszerű ember most szállítgassa komolyabb gyakorisággal. Amit viszont dicsérni tudok, az maga a teljes szék megmunkálása. Borzasztóan stabil, mintha egy tömbből lenne kijöntve. Még az én komoly vállalásos testemet is gond nélkül dobálhattam a székbe kibe. Kényelmesen bele tudsz huppanni, jó magasságban ülsz, egész egyszerűen hibátlan minden téren. Ez a Playset már bőrből van, nálunk egy ilyen sima fekete járt, de megnéztem volna egy top gíres kivitelt is, bevallom őszintén. Ja igen, ebből már többféle kivitel is van. Mint látszik, a nálunk lévő darabon már ott figyel a tradicionális autós csúszatolós ülésállító, ez kiegészítő, ugyanúgy, ahogy lehet mondjuk hozzá konzolt venni a sebességváltónak, vagy a konkrétan már említett szőnyeget, meg tévékonzolt. Ehhez mondjuk tényleg már nem árt az a szőnyeg. Azért ez egy jóval masszívabb fémszőn, sokkal könnyebben el tudom képzelni, hogy kikoptatja a burkolatot, amit használná az ember. A tolvajokra egyébként vigyázni kell, mert az üléspárnát könnyű meglovasítani. De valószínűleg ez inkább fixítás szempontjából érdekesebb inkább. Mit lehet róla még elmondani, mert hát ezek nem túl bonyolult szerkezetek. Ezt ugyanúgy 220 cm-ig és 122 kg-ig lehet használni, de mondom, mit se jelentett nagyobb gondot, hogy én picit túlléptem. Én élveztem használni, borzasztó nagy élmény így rendesen autóversenyezni, nem csak bóckodni a kanapéban. Mondjuk kicsit szürreális is, mert az ilyen szimulátor székeket mindig rendezvényekkel kapcsoltam össze, nem igazán volt bennem, hogy egy ilyet otthonra is be lehet szerezni, de hát manapság már mindent meg lehet venni. Amit mondjuk még kipróbálnék, és még sajnos nem volt rá lehetőségem, az a VR szemüveggel autóversenyzés egy ilyen üléssel. Az azért még egy elég komoly mindfuck tudna lenni szerintem. Na sziasztok!